Na, ez az. Sziasztok, most Szalámival fogunk játszani egy Act of Aggression-t, ugyanis jó voltából kaptam egy VIP beta kulcsot, amivel kipróbálhatjuk. Szia, Szalámi! Sziasztok! Előbb már ellestem tőled egy trükköt, azt mondtad, hogy duplán rakjam le a nyersanyagot ugye ide a szedőhöz. Így van. És akkor... Figyelj, most megkockáztatom, rárakom a nyersanyagra, kérdezem csak mi történik. És legalább megtudjuk erre is a választ. Akkor szedi-e vagy nem? Én még nem próbáltam ki, hogy pontosan, hogy blokkolja el esetleg, aha, hogy eltünteti azt a területet, hogy azt a kis nyersanyagot. Érdemes próbálni. Még azt akartam kérdezni, hogy amit észrevettem, az az, hogy ugye ez a főbázisunk, ebből tudunk gyártani, úgyhogy amikor megveszik az épületet kész, akkor jönnek ez a kis kocsi, aztán megépíti. Úgyhogy kb. Egy dupla gyártási idő van, mert egyszer be kell töltödni, akkor vásárolod meg, egyszer meg felépíti. Viszont a főbázist azt tudunk még egyet lerakni? Csak akkor tudunk, ha már van egy, nem? Így van, tudunk még egy főhadiszállást lerakni. Hogyha megnyitod az épületmenüt, ugye a 3-as, onnantól kezdve a legelső épületed, az már egyből a főhadiszállás. Viszont a főhadiszállás nagyon sok nyersanyagot kér, és tudnod kell azt, hogy nem osztoznak a nyersanyagban. Szóval, hogyha te leraktál valahol egy főhadiszállást, az a főhadiszállás nem fogja megosztani a nyersanyagját a másik főhadiszállásra. Jézusom, az így még bonyolultabb. Mert az már eleve bonyolult, hogy ugye a játéknak 3 nyers alap nyersanyag forrása van. Jó, hogy igazából el van osztva, tehát ugye a harmadikat tényleg csak a végjátékban használod. Azért azon kívül már az is durva. Meg hogy a kis kocsik ugye, most azt már észlelt, hogy 3 csík van mellett, tehát a 3-at tud egyszerre vinni. És akkor vannak ilyen lerakati pontok, plusz a fővel is, ahol tud pakolni. Így van. Kemény. Sőt, még akár még van egy másik fajta ilyen lerakható pont, azt a 2-es meniben fogod megtalálni, ahhoz egy külön fejlesztésre kell. Ez arra jó, hogy szét tudj terjeszkedni teljesen a pályán. A barakokat tudsz lerakni bárhova a pályán, de az ugye ez a másik fajta terjesztő épület kell. Ugye ez egy nagyobb lem, egy sokkal nagyobb lem, és ez arra jó, hogy bárhova tudjál rakni barakokat a pályán. Aha. Látom, te már rásolsz. Így van, már egyben is kaptam a legelső nyersanyag szedőjét, most adom ki a másodikat. Jó, hát így könnyű dolgom lesz. Na, és akkor, amit meg meséltél nekem, hogy vannak ilyen bankok a térképen, ugye ezt ilyen sárga pöttyökkel nézzük. Én először azt hittem, hogy csak ebbe az épületbe lehet embert küldeni, és azért ilyen fontosak stratégiailag, de utána kiderült, hogy ugye nyomja a pénzt, tehát hogyha benne van az ember. És akkor az onnan termel. Kömege, hát van ez a sárga dzsuva, ez az egyik alapnyersanyagunk, aztán van kék dzsuva, az az alumínium. Igen, az alumínium, a sárga az eredetileg az olaj. Olaj? Aha. Igen. Hát lehetne arany is, tök mindegy. Különben, ha a játékfejlesztőkről tudsz valamit, CNC hátterük van, vagy... Nincsen CNC hátterük. Ezek a játékfejlesztők nagyon régóta csinálnak stratégiajátékot. A legelső ilyenfajta stratégiajátékuk 2005-ben jelent meg. Az is egy teljesen ilyen egyes évet gyártott az egységekkel, de még az ilyen nagyon kicsit gagyiszerű volt, de az aha, is nagyon jó volt. Szóval a többi játékuk azok inkább ilyen felülnézetes, csapatokra osztott, szóval mint, olyan, mint egy Heroes, vagy esetleg egy Civilization, csak annyi, hogy el kell mondjuk foglalni Egyiptomot. Ja, értem. Tankokkal, vagy ilyesmi. Szóval az is arról szólt, hogy ez a modern háború, ugye. És akkor minél több területet kellett foglalnod. Tényleg, mert ezt meséltem nekem, a mostani egységek is igazából mind valóságos egységek, tehát hogy nincs ilyen elrugaszkodott, vagy ilyen technológiai valami, hanem tényleg olyan, például milyen tank van benne, ugye az amcsiknak a tankja. Például az amerikaiaknak a tank az Abraham tank. Abrahams tank, az benne van, ja. Az mai napig használja az Amerikai Egyesült Állam. És hát egy Amerika. Aha. Az mai napig használja az Abraham tankot. A másik, ami nagyon tetszik, hogyha ilyen egységre rázoomolok, akkor itt tök jól követi. Ez kocsiknál még jobban néz ki. Így van, így van. Szóval, hogyha rányomsz ugye a kis autóra, és utána van egy ilyen kameramód. Azt ugye azt szoktad használni, ugye? Nem, én csak simán ráhiszok, ráközelítek. Akkor csak csináld azt, hogy küldd el valahova, és nyomd be a kameramódot, folyamatosan követni fogja az egységedet. Képzeld el, régen volt egy stratégiajáték, máig nem tudom a nevét, nagyon-nagyon régen, de olyan volt, hogy ilyen kis futurisztikus volt, tehát nem tudom, hogy hol játszódott, milyen bolygón vagy ilyenek,
azóta nélkül ott is ilyen bázisokat kellett építeni. Volt egy ilyen kis robotod, akivel szkennelni kellett a földet, hogy hol van a nyersanyag, mert alapvetően nem látszódott. És csak utána lehetett ilyen valamit építeni, hogy ki tudja termelni. És abban volt egy olyan gomb, hogyha rányomtál, akkor gyakorlatilag beleültél az egységbe, és te irányítottad, tudtál lőni, tudtad irányítani. Viszont ha meg kijöttél belőle, akkor ugyanúgy működött, mint egy RTS, sőt a bázis ugyanúgy működött minden, tehát így megvolt a saját MI-je a cuccnak, viszont el tudtál foglalni egy-egy egységeket ugye a sajátaid közül, és avval úgy játszottál, mint valami, nem tudom, bármelyik játék lenne, egy valamilyen arcade játék. Ismerős egyébként, nagyon ismerős, csak most nem tudom a nevét, az a baj. Különben nagyon tetszett, olyanokat csináltam, mert ugye megcsináltam a hadsereget, letámadtam az ellenfelet, és azért beültem egy tankba, és én meg abban külön mentem. Egyébként nagyon ismerős, szóval... Biztos ismerete is. Mert nagyon sok RTS játékkal foglalkoztam eddig. De ez is nagyon ismerős számomra. Tényleg, és akkor ha már most ilyen nagyjából közel jött ki a Grey Goo is e között szerinted? Különbség vagy lehetőség? Nagyon nagy különbség, nagyon hihetetlen nagy különbség van a kettő között. Mivel alapjáraton a Grey Goo, hogy is mondjam, ugye az is három fajon alapszik, de az inkább futurisztikus, nagyon skifis az egész. Viszont az Active Aggressionnek sokkal nagyobb előnye lesz a piacon, szóval lehet, hogy a Grey Goo az most hanyatlásba fog vonulni az egész, szóval hogy az Active Aggression nagyon el fogja nyomni a Grey Goo-t, sajnálatosan, mivel akkora piaca lett az egész játéknak, akkora rajongói bázisa lett, 10-szer nagyobb rajongói bázisa van ennek a játéknak, mint a Grey Goo-nak. Szóval pedig ez még bétában van, igen. Így van, béta fázisban van a játék, és az még eleve, hogy ugye ez a játék adott ki bétát is, szóval a Grey Goo-ban nem láttunk ugye bétát, abban sajnos nem adtak ki béta verziót, de ez a játék adott ki bétát, ezzel nagyon meg tudta növelni a játékos bázis, ugye a fan bázis, hogy minél többen szeressék a játékot, mert ugye a játékosok alapjáraton nagyon szeretik azt, hogyha ki is tudják próbálni először a játékot. Persze. De különben, ha jól tudom, a Grey Goo-nak a fejlesztőinek meg pont avval volt tele a mindene, hogy már nem akarnak azt, hogy még próbáld ki, még lesz egy demo, még lesz egy ilyen, és akkor utána próbálj meg előfizetni, akkor hát, ha majd megkapod, meg ilyesmi, hanem tényleg azt akarták, hogy akkor játszhatsz először, amikor megjelenik a játék, aztán kész, tehát és így akkor vedd meg. Pont azért, ha jól tudom, azért jöttek el az EA-től, mert elegük volt az ilyen sok ilyen szerződéses kis valamivel, amit be kellett tartani, és akkor... Azt hiszem, egy cikket olvastam erről, hogy azért csinálták teljesen ilyen fapadosra a Grey Goo-t, hogy az egyszer meg fog jelenni, akkor megkapod, aztán kész. Tehát így... Így van. Semmilyen bonyolultabb dolgot nem csináltak. De azt mondtad, hogy rengeteg ilyen streamerre is leszerződött az Act of Aggression? Tehát, hogy... Igen. Nagyon sok. A mai világban azért ez egy jó trükk, tehát abban be lehet húzni az embereket rendesen. Alapjáraton azért egyébként, mert nagyon látják benne a játékban a verseny szellemessége, szóval hogyha valaki elkezd ezzel játszani, akkor ezzel elkezd játszani, és komolyan fogja venni, komolyan fogja gondolni, szóval eddig nagyon-nagyon kevés olyan játékos találtam, aki esetleg még sikerült le is győzni engem 1v1-ben, még a híres Bike Rush-t is sikeresen legyőztem 1v1-ben, 3-szor is. Szóval még nagyon béta a játék, de már rendelkezek 32 óra játékidővel. Na hát ez kemény, hát mennyire nyitották meg? 72 órára vagy valami? Így van, 72 Na hát azért ez nem rossz. A felét már beúsztad gyakorlatilag. Igen, szóval nagyon megtetszett a játék és nagyon kompetitív. Mhm. Uh-huh. Vagy alapjáraton... Igen, mondjad? Át fogsz térni az éra? Erre a Grey Goo-ról? 100%. Igen? Hát igen, 100%. Figyelj, én itt annyira béna vagyok, itt várom, hogy miért nem fejlődik a cucc, azt nem szedek alumíniumot. És most nézem, hogy egyszer nem jön be a pénz. Na most olyat tudok csinálni, hogy elé húzom, hogy mivel dolgozzam? Na mindegy. Nem tudtam. Sikeresen megint be tudtam rásolni az állatfelemet. Igen? Azt nem is követtem eddig. Ja Jézus, ha megint beraktad az embereket a... Így van. Hát igen, meg is van a... Meg is van az kilépő. Első. Meg is van az első emberünk. Ó, van mindjárt valószínűleg én a második. Veled azért nem jó játszani, hogy mindenkit megalázom, mert ha majd nem lehet játszani rendesen. Igen, nagyon-nagyon nem figyelnek oda, hogy az épületeket nem foglalják. Igen. Nem figyelnek oda az ilyen fontosabb pontokra. Amióta veled játszok, az első, hogy beküldök egy-egy egységet az épületbe, hogy onnan ne üljenek meg.
Mert egyébként ez egy nagyon régi Command & Conquer taktika ez az egész. Mivel azt kell tudni, hogy a Command & Conquerben az voltak a legfontosabbak, hogy minél gyorsabban el tudj foglalni egy épületet, és akkor beküldöd az egységeket, elfoglalod az épületet. Ez volt az egészen a legfontosabb, és ezt én mindig kihasználom. Aha. De viszont nagyon könnyen lehet counterölni ezt, szóval, hogy most ahogy látod is, most kiszedték a rakétavetőseimet a házból, mivel hogyha beraksz gépuskásokat a házba, akkor konkrétan elkezdenek harcolni a házban. Szóval, nem már. Konkrétan, hogy van egy bankod, most ott van a bankod. Te így raktad gépuskásokat, védik azt a bankot. Most hogyha jön egy csomó katona, ők be fognak menni a bankba, és a bankon belül harcot vívna, szóval elkezdik Menjen. A bankon belül lövöldözni egymást. De durva. Tehát ez nem úgy működik, hogy elfoglaltál egy egységet, hogy amennyi slot van benne, annyi ember lehet benne, és akkor lehet ellenfél is. Hát ez de durva, ezt nem is próbáltam. És akkor ez olyan, hogy megjelenik még egy slot, szóval van az alap slot, ami 6 férőhelyes. És meg Igen. fog jelenni még egy 6, de az meg ugye az ellenfél számára. És de durva. Minél gyengébb, ugye kevesebb életerővel megy be az ellenfél, annál több esélyed van arra, hogy megnyerd azt a csatát bent az Persze. épületben. Meg hát akkor az is számít, hogy milyen egységek vannak be, hogy Stinger, vagy azért légvédelmi, Így vagy van. Rakétás, vagy ez meg mekkora, na jó, ez itt tényleg durva. Mert gépuskás előbb szedi a, hát ugye a gépuskás. Jaj, hát én már ugye azt is észrevettem az előbb, de utaltál rá, hogy erre figyeljek, hogy ugye az úton sokkal gyorsabban mennek az egységek például, sőt, Igen. az egységek igazából keresik is azt az útvonalat. Tehát így gyakorlatilag azért olyan kockás a kis mini térkép, ahogy itt most látjátok, mert ezt nagyon sok egység használja. Tehát, hogyha egy komolyabb nyersanyagszedő bázisod van, amikor már több mezőről szeded ezeket a cuccokat, akkor már lehet látni, hogy egy kis nyersanyagszedők gyakorlatilag az autópályán közlekednek, és akkor csak amikor nagyon szükséges, akkor jönnek le róla. Így van. És akár még meg is lehet azt oldani, hogy így meséltem neked, hogy a kettes menüpontban van egy olyan épület, aminek az a neve, hogy FOB. A FOB ugye az arra jó, hogy bárhol ki tudja expelni a bázis, és máshova ki tudja expelni. Igen. Viszont ne felejtsük el, hogy nem osztozik a főhadiszállásnak a nyersanyagában. Ez Aha. se osztozik. Csak a LEM tud osztozkodni. De hogy még mindig nincs kész a fejlesztésem. Aha. Különben felhívná a figyelmedet, hogy küld be a Humvee-ből az egységeket a bankba. Amit oda próbáltál elfoglalni. Ja? Tényleg, ezt elfelejtettem. Tök jól néznek ki. Az egységek is nagyon jól néznek ki. Igen, igen. És nem elfelejteni azt, hogy amikor majd kijön a játék, a grafikáján még 10-szer többet fognak javítani. Azt mondták, hogy 10-szer élesebb, jobb lesz. Így van. Sokkal élesebbek lesznek a katonák, és még a fű is sokkal szebb lesz. Szóval mozgó fűtől kezdve minden lesz. Az mondjuk rohadt fontos, hogy mozgó fű legyen tényleg, tehát az egyik legfontosabb stratégiai játékokban. Mozogjon a fű. Már bent is van egyébként az opió. Ja, mi és van egy valamit ne felejtsen, igen? Nem hallottam, mi van bent? Már bent is van a... Az az opció, hogy a fűt be lehet kapcsolni. Ja. Egyébként még ami nagyon-nagyon fontos, az az, hogy lehet túlszejteni a játékban. Na, ez az a villogó dolog, amit én is észrevettem, hogy valami ott az emberek letérdelgetnek, és akkor az mire jó? Így van. Hogyha most neked észrevetted, hogy felrobbant egy kis kocsit, ott van neked egy pilótád. Na, Igen? azt a pilótát vagy visszaviszel a bázisodra, és akkor visszakapod a pénzt, az autó pénzét, oh. vagy ő el tudja azt fogolynak elfogni, és onnantól kezdve tud vele trédelni. Tehát gyakorlatilag nyersanyagon pénzét vásárolhatom vissza? Mert hogyha visszaveszem a pilótát... Nem, alapjáraton el tudja zsoldosként adni valahol. Ja, hát rabszolgakereskedők. Szóval magyarán a számítógépnek el tudja adni zsoldosnak. Értem. És hogy gyűjtöd össze azokat az embereket, akik ott letérdelnek? Vagy viszel Humvee-t, vagy esetleg elsősegélyes helikoptert, ugye mentőhelikoptert viszel. Ja. De én azt mondjuk próbáltam, hogy ha Humvee-t oda mentem és rákattintottam, akkor egyszerűen elkezdte lőni és szétlőtte a túszt, tehát így... Igen, az ellenfél túszánál vigyázni kell, mert azt nem szabad Humvee-val, semmilyen fajta gépjárművel, egyedül csak kis katonával, ugye a leges-legeső gépuskás katonával lehet őket elfogni. Aha. Mondta kezdve már a te túszod. Értem. Jó, akkor így tiszta.
Na jó, hát akkor én rabszolgakereskedő leszek, eldöntöttem, és elkezdem vásárolni a kis izékat, viszont valahol már indultak felém különben. Ezt már láttam. Mert szétlőtték a felderítő kocsimat ott valahol. Az nem azért volt, az azért volt, mert ő már lebunkerezett, szóval bevétte az ő tartományát. Ja, már ezt nem láttam, hogy... bunkerezni. Aha, ezt nem láttam, hogy mi ölte meg, csak azt láttam, hogy szegény meghalt. Ne felejtsd el, hogy ugye vannak olyan épületek, ahol lehet fejleszteni, mint például az Armory, vagy esetleg a Logistical Center. Ezek azért jók, mert a Logistical Centerben az ekonomidat tudod fejleszteni. Szóval kétszer gyorsabban tudsz bányászni, vagy vannak ezek a teherszállító kis autók, ugye, amik viszik a nyersanyagot. Annak igen. is a movement speedjét meg tudod növelni 100%-kal, hogy még nehezebben lehessen megölni őket, és gyorsabban szállítsa le a nyersanyagot. Innentől kezdve nem kell olyan sok kis autót gyártanod ahhoz, aha. hogy nem kell olyan sok pénzt pazarolnod. Ja, látom, hogy itt a logisztika az nagyon komoly, tehát itt be kell állítani a felszedő telepeket, és akkor úgy fogom beállítani, plusz egy felszedőt, berakom ezt. Nem, kettőt nem lehet beállítani, vagy én vagyok a hülye. És látom azt, hogy oké, itt szedje fel az aranyat, és akkor utána menjen és szedje fel az alumíniumot. Ja. Hát ez the unity new pickup point. Pedig lehet. Valahogy most nem kezeli a játék. Na, ezen még javítsanak, mert ez még nem annyira működik. Mert azt mondom, hogyha mondjuk lehet, hogy csak azért, mert üres volt a kocsi. Lehet. Most megfogok egy olyat, ami tele van. Oké. Rárakom ide az alumínium mezőre. Aha, ez lehet. De ez így nem, ez inkább csak egy ilyen utómentésre van benne, mert képzeld, hogyha rárakod a második pontot, akkor utána azt jelzi egyetlen pontnak, tehát hogy az a kettő között fog közlekedni. Igen, csak kettő között tud közlekedni, persze. Szóval, hogy... Várjál, nem. Biztos szerintem a fejlesztéssel lehet elérni, mert láttam egy olyan fejlesztést, ahol pont beszélted, hogy csináljuk meg ezt a... Nem is tudom, mi volt a neve ennek? Logisztikát Center, igen. Ez, hogy ezt megépíted, abban volt egy fejlesztés, hogy kiskocsinak a raktere ott nagyon volt a képen, és lehet, hogy ez lesz az. Ja, igen, az azt jelenti, hogy sokkal több nyersanyagot tud magával vinni. Az azt jelenti. Egyébként, hogyha egy pillanatra ide nézel a bázisomra, találni fogsz kétfajta, és hát itt van egy csomó fajta tank, de kettő darabot direkt beállítottam így a kamerával szembe, hogyha látod esetleg a bázisomat. Szerintem igen, tudom melyik tankról beszélsz, igen, na, látom. Ez a kettő. Szóval a baloldali az csak egy fejlesztett Task 1 nevezetű tank. Észreveszed rajta egyébként, hogyha nagyon rázumolsz, hogy mi a kettő között a különbség. Hát a kettő az között egyik... különbség, hogy sokkal páncélzottabb. Aha. A baloldali. Igen, a igen, jobboldali ugye meg kevésbé. Most figyeld meg a jobboldalit, mindjárt rádom a páncélzatot. És akkor meglátod, hogy akkor mi is a különbség. Most dobom rá. És rajta is van a páncélzat. Király. Így a tűzre is nő, vagy csak az élete különben? Életre a mozgási gyorsabban tud mozogni, meg a támadási ereje is. Ha azt is észreltem, hogy ezt tökön nézkünk, hogy gyártad az egységeket, akkor hogyha nem hívod el a kezdőpontból, akkor egyetlen egy pontba áll az összes tank. Tehát ilyen szörnyek keletkeznek, ilyen 170 csövi tankot áll egy helyben. Egyébként lehet őket beállítani különféle pozícióba. Szóval, hogy én most be tudom állítani nekik, hogy most na tankok, álljatok be egymás mögé, akkor a tankok be fognak állni egymás mögé. Komolyan? Ilyen támadó pozíciók is vannak? Persze, hogy van. De durva, látom, hogy nálad is ott helyezkednek. Vagy akár tudok csinálni sorfalat is. Ugye megcsinálom sorfalat. Ja, mert persze, számít is, mert ugye az egységeket nem lehet átmenni, tehát még a saját egységek se mehetnek át egymáson. Na, szóval készen a sorfa, és most beálltak. Aha, és akkor még a saját egységek sem mehetnek át egymásra, úgyhogy ez nagyon így fontos, van. Hogyha így elkezdesz támadni mondjuk. Vagy látszik, akár még hogy... egyesével is be tudod őket állítani. De durva. Képzeld el a kis húgom régen, amikor még ugye számítógépen, én egyfajtában számítógépen játszottam, és ugye csak azt látta, hogy én csinálgattam ezeket a tankokat, meg ilyeneket. Én még a Red Alert 1-jel játszottam akkor nagyon sokat, az ott az első játék, amit kaptam a szülőktől, és akkor a húgom is akart mindig játszani, de hát ugye semmit nem tudott, úgyhogy hát beállítottam egy easy ellenfelet, aki nem támad, mert Red Alert 1-ben az easy az nem támadott, és ő annyit csinált, hogy megépítette az egységeket, mert azért annyira volt ügyes, meg minden, de utána szépen csak így abban játszott, hogy állítgatta, és ilyen szép ilyen formákat, ilyen virágot rakott a tankokból, meg ilyen szépen, és abban játszott. Na, megyünk valahova támadni? Persze. Látom, te mész fölfele.
No, elindulok én is fel. Ah, itt a túszom, itt a GG. És akkor ezt hogy hozom haza azt a csávot? Szegény, itt térdel az autópályán. Humvee-val tudod. Humvee. Hogyha oda-vissza egy Humvee-t gyors fel tudod pick-up-olni. De vigyázz, mert őrzik. Szóval ide látom, hogy egy bunker őrzik. Igen? Így van. Na, várjál csak. Szóval felfegyzett tankok fel esetleg el tudod pusztítani azt a bunkert. Csak ahhoz ugye sok tank kell ahhoz, hogy el tudod pusztítani. Igen, azt néztem és ezek... Hát nem is tudom, de nagyon sok egység kell egy ilyen sima kis bunkerhez, tehát egy elég erős. Hát persze, nagyon jó védő. Főleg, hogy még lehet továbbfejleszteni is a bunkereket mindenféle dologgá, szóval nagyon-nagyon-nagyon sok mindennél fel lehet fejleszteni a bunkereket. Ja, igen, most az armorit akartam megépíteni, hogy át tudjam fejleszteni ezeket a szerencsétleneket. Hogy, ja, várjál, akkor most jövök rá, a lent az, aha! Ide építem a lent ugye a másik búzamezőre, és utána majd tudok odaépíteni. Aha. Jó, mert mondtad azt, hogy bővíti, én azt láttam, hogy több kocka van, csak úgy nem tudtam, hogy most akkor... Mégis hogyan tudom igazán bővíteni. Vagy én nem tudok ide építeni, mindjárt kész. Ez az. Most már tudok. Hát ez szuper ez a játék. Hát ez nekem is nagyon tetszik. Új, én a régi CNC címekhez szoktam visszanyúlni, amikor izé arra vágyok, hogy... Legyen valami jó RTS. Ugye a Grégút én most nem vettem meg. Valahogy így nem győzött meg. Ez a takonyozni nem tetszik. Egyből nem tudom, valahogy csak egyszerűen nem tetszettek ezek a taknyok. Mármint maga ugye a Gook. Ugye úgy hívják ezt a fajta. Arra gondolok ezt. Az az, hogy a... nem is tudom, át tud alkulni bármivé, és akkor... Így van. Gyakorlatilag... tehát ilyen... Valami savzselé, ami rányul. bármit be tud olvasztani, ennyit vettem észre, meg ilyenek. Hú, ez nem te vagy, oké. Okay. Hopp, kész. Katasztrófa. Meg is jöttem közel segíteni, elpusztítani azt a bunkát, hogy a pilótát ki tudjuk szabadítani. Jött még egy mentőhelikopter is, hoztam az biztonság kedvéért. Hogy minden jó legyen. Úgy érzem, nem egy szinten játszunk ebben a játékkal. Én az első négy kockát gyorsan látom. Jó, hozom a Humvee-t, azt hátrébb hagytam, hogy ne öljék meg. Voltosan. Először várjuk meg, hogy szétlődjük a bunkereket. Jó? Jól néz ki nagyon. Még így bétában is. Jó, hozhatod ott izé pilótát. Hoppa, ne! Oh, és leszették hátulról! No, nincs légvédelmem. A tankjai tudják lőni, van rajta gépágyú. Látom. Azt. Alig van élete, gyerünk, menjetek utána. Aha, és most felállt a túszom, el tudom hívni? Nem. Így van. De el tudom hívni. Csak ugye nagyon lassú, ezért érdemes Humvee-t. Ja, értem. Így meg gyakorlatilag kiszabadítottuk. De a többi pilótát is hozd el, mert ugye robbantak fel tankjaink. Aha. Mindjárt. Csak egyet láttam. Nem, a tiéd azok letérdelnek. Ja nem, az ott bál, oké, az nem a miénk. Aha, látom. Nem, ugye van ellenfélés, de mindjárt el fogok menni az ő pilótájáért, hogy ne tudja kiszabadítani. Már megyek is, hiszem is a helikoptert. Hoppá, nálam akció van. Most, hogy észrevettem. Jó Isten! Próbálja kiszabadítani. Jövök. Itt vagyok. Mármint nem ott van akció, néz a bázisomra. Ja? Uha! Az dugva, aztán... Itt a mentő akció, így shootba fúlt. Van két Humvee-m, hát remélem, hogy... Hátulról bekerítem a Humvee-kat. Vagy mik ezek. Leszedem azt a cuccát. Ez az... Elküljetek Humvee-k, gyerünk! Azt lőtt. Tűz! Ez az... Miért nem lövöd? Ja, lövi azt csak... Na jó, ez a vakvezet virágtalant. Jézusom szegény. Szegény, elszürkül. Na jó, hát kevés dolog maradt. Ja igen, az a baj az épületeimben én csak gépfegyvereseket raktam, és azok nem sokat érnek, hogy a tankok ellen. Az nem nagyon sokat, és nem valami sokat érnek ellen. Ja, de azt látom, hogy nem kell megölni teljesen a házat, az egységek akkor is meghalnak, ha elég tűzerő éri őket. Mármint a házban. Ó, de itt fel is robbant a ház.
Közben egy jobb alsó sarkat betámadtam, szóval most ez ilyen egy-egy trade lett. Aha. Még amennyi van belőled, azt megpróbálom megmenteni. Jó van, köszi. Majd azokból gyártok valamit. Igen, ez jó lesz. Ó, figyelj, elég erős azért a légvédelem. Ó, nem is figyeltem, hogy légvédelmi tankok is vannak. Ezt elfelejtettem. Nagyon durva itt a csata. Na nézzük, mi maradt. Hát maradt egy armorim. Yeah. Meg a bankon megvan, ugye? Igen. Hát ennyi. Hát igen, felrobbant az armorim is. Ja, nyersöregszedő telepen maradtam. Ha tudok valamit csinálni? Nem. Jó. Nem. De akkor... lehet, hogy később elraknak valamit, értesz, hogy... Ah, itt így nagyon-nagyon meghal ilyenkor. Ezt akartam mondani, hogy ugye nincs, ha nem csinálsz plusz főbázist, akkor gyakorlatilag halsz. Nekem volt egy olyan, amikor már olyan fejlettségi szinten voltunk, hogy egyszerűen csak behívott egy bombázót. És kész, és a főbázisomat lebombázta. És ugye jó, hogy tudtam tovább játszani, meg gyártani, de attól még tényleg az volt, hogy kész, vége. Hopp, itt. Várjál, itt a túlszom, vele akciózok egy kicsit. Nem baj, mert te úgyse szoktad feladni, úgyhogy megnézem, hogy mit játszol vele. Hopp, ez nagyon jó. Túszom, hogy tudtam, hogy a csinálni, aki elég messze volt a tanktól, hogy azt még tudtam irányítani, és utána odament a tankhoz, és letérdelt. Itt van két túszom. Mit tudok, hogy egy move, stop. Meg is érkeztek hozzám a kis gonoszok. És a földön fetrengő szerencsétlenekkel mit lehet csinálni? Azok a sebesültek ahhoz, majd mentőhelikoptert kell. Mentőhelikopter? Szegények, igen. Hát... na, akkor nagy tankcsata következik is. Azt látom, itt a bázisod alatt? Így van, már jönnek is, és én is megyek hozzá. Megérkeztünk! Látom. Na, vajon? Ó, oké, ezt nyerted igazából. Elvileg. Jó, meg is van. Szép volt. Innentől kezdve már begyűjthetem a túszokat. És persze a saját pilótáimat azért beviszem a bázisba. Innentől kezdve visszakapom a nyersanyagot. A nyersanyagot is vissza fogom kapni, plusz nyersanyagot is fogok kapni. Már rohannak is egyből a bázisomba. Megkapom a nyersanyagot. Ajaj, ő már próbálja menekíteni, de majd mindjárt hozok ott a tankot. Aha, úristen, mint a hangyák itt rajzanak. És akkor akárhányszor bejön egy pilótát, te kapod a nyersanyagot. Így van. Fú, hát ez egy elég jó állapotú tank, amit idehoztál. Meg lehet egyébként javítani, persze. De ugye van ilyen javító egység, ugye, amit így lehet építeni. Van. Amit mindjárt meg is fogok. Ez mik ezek a silók? Ez az ilyen kerek pénzérme alakul, ami a földön van, és raktál ide hármat. Ott van a kombány mellett. A helipad és az armory fölött. Helipad és az armory. Ja, azok a nukleáris atombombát termelek benne. Ja, értem, és mennyi adat nő ki egy ilyen? Nem, és nem ezt... sok. Nagyon gyors egyébként, nagyon gyorsan meg lehet. Igen? Ha? Akkor gondolom azért nem olyan nagy mezőre hat, vagy igen? De. Nagyon durván szét lehet csapni az ellenfél bázisát. És neked hogy van már három? Ezt honnan vetted? Hát ugye ez már a late game nyersanyag kell hozzá. Aha, és ezt te így szeded? Így van. Aha, látom. Ez a late game nyersanyag, ez különben mi ez a piros? Ez minek van titulálva? Ez, hát Rare Earthfield, igazából nem tudom, hogy ez most hogyan is tudjam elmondani pontosan. Szóval egy ilyen... nagyon ritka vérc. Különleges érc, igen. Nagyon különleges érc. Ám ez már megint próbálkozik. Nem tudom, azt hiszem, egységem van egyáltalán? Ja, nem, igen, ez egyetlen izém van. Figyelj, azt számoltam, hogy 28 000 alapnyersanyagom van, azt 400-zal leosztva elég sok kis autót tudok gyártani. És azokkal majd, hogy csinálok valamit. Kis autóval fel tudom venni a túlszaimat? Csak Humvee-vel lehet, vagy esetleg repülőgéppel. Aha, itt vannak a túszaim. Mindjárt megnézem, hogy tudom-e. Én nem is tudom, hova futnak szerencsétlenek, mint a bármi helyre el tudnának menekülni.
Hoppá! Van egy Humvim. Van valahol egy Humvim. Találtam egy Humvim. Tehát elég szar állapotban van, de... Aha. Nem, ezek csak nézik. Nézik egymást. Érdekes ez a dolog, hogy... ami így rosszabb állapotban van, azt úgy szürkíti a játék. Ja, igen. A végén igen. Ilyen tök fekete lesz az, ami rossz. Így van. De ezért van a kis javító kocsi, amit már csináltam is, hogy feljavítsam a tankjaimat. Na, közvetítem akkor ezt a játékot, hogy mit csinálsz. Rengeteg nyersanyagkocsid áll egy helyben, mert tele van az alumínium, ugye lerakatod. Így van. Aztán látom. Nehézzel. Hegyekben áll, ennyi cuccod van? Nyomjál valami fejlesztést, ami csak alumíniumba kerül. Azt akarom. És így zölden füstöl a nuke reaktor, nem tudom, ez jót jelente. Ó, készen van már az atombomba, mindjárt teszteljük, jó? Na jó. Berepülök az ellenfél bázisára és teszteljük az atombombát. Te a hangyák itt rajzanak hazafele. Mennyivel izgalmasabb lenne, én is játszanék. Már mindjárt ott is vagyok és dobom is az atomot. Három atombombát fog kapni a mindjárt. Na, megvannak a... egy... a három pilótát kiszabadítottam. Halleluja. Egy... beültek egy lerobbant Hammerbe, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire szabadság ez. Elviszem őket az egyetlen... Egy ilyen épülethez maximum, úristen, ott mi történt? Ott valami nagyon száll feléd. Ne! Látom. Egyszerre lezont egy helikopter, mi történt ott? Egy orvosi koptered itt van, azt látom. Mindjárt lebombázik szépen. Üüüüüü, de bejött a bázisomra. Egy kicsit szétbombázott engem. Ajaj, szép nagy bombázó. Van plusz főbázisod? Aha. Az a baj, hogy nincs főbázis, és nincs energia. Ajjajjaj. Na erre nagy beszéltem. Baj, mivel így nem tudom le atombombázni. Lehet, hogy közvetíthetem az első meccset, amit elvesztesz ebbe a játékba? Így van. De és komoly, ez az első meccs, amit elvesztesz? Így van. Ne, nem vagyok rosszul. Jó, mennem. Már mondjuk azért... Ajjaj. Ajjaj, itt nagyon lőnek. Sokkal több előnyem voltam, hogy a csapattársak lépett. De ezzel szerintem nyersanyaga volt. Aha. Úgy azt is kell néznünk, hogy van. Hát meg én is meghaltam, úgyhogy nem is tudtam segíteni. Nem tudom eladni semmit, az a baj, mert ha most el tudnám adni, akkor lenne áram. De nem tudom eladni, ezért nincs áram. Nem tudom, hogy szét lehet előni a saját épületeidet, de majd mindjárt kipróbáljuk. Ja, hogy kéne annyi áram, ugye? Igen. Szét lehet? Jó, akkor nem azokat lődik szét. Már megvan az áram, onnan kezd már. Azt hittem a nukot akarod szétlőni. Na, azt ne lődj szét. Ja, nem. Azt. Nem, itt vannak ezek a szegény kis pilóták, és nem tudok velük mit csinálni. De várjál, tudod, mit tudok? Ha a pilótákat beküldöm a bankba. Na, ezt még nem próbáltam. Szerintem lehet, hogy tudsz nyersanyagot szedni vele, még nem próbáltam ki. Na, ez jó kis játék, ezt kipróbálok én itt mindent. Átküldöm a nyersanyagszedő flottámat, hát ha összezavarja az ellenfelet. Ott már valami stealth, ami láthatatlan cucc jön. Úristen! Elég szépen bombáznak. És ezt a bombázót ő irányítja, vagy ezt így vásárolja, mint egy egység? Ő irányítja, ezt ő irányítja. De ez egy leívható szolgáltatás, vagy csak egység? Igen, leívható. Aha. Hát ez egyik atombombának búcsút kell venni, hát nincsen. Nincsen elég elektromosság. De nem lövött ki előtte randomba valami? Ja, nem tudod kilőni.
baj, hogy nincs több épületem már. Muszáj ezt az egyik atombombát szétlőni. És nem fog az nagyot robbanni? Hát meglátjuk, mégsem előttem szét. Na. Hát azért szépet robbant. Robbant egy picit. De nem, sajnálom, még akkor sincs elegendő áram hozzá. Többet már nem szeretnék szétlőni. Bár lehet, hogy az, lehet, hogy kitaláltam, hogy miért. Azért, mert nincsen összeköttetésben az árammal, szóval ugye lem kell ahhoz, hogy összeköttetésben legyen más épületekkel. És mivel ez nincsen összeköttetésben, innentől kezdve nem éri egyáltalán áram. De durva. Összeköttetésben kell lenni a lemmel. Például engem ezzel nagyon meglepett, hogy hirtelen jött a láthatatlan repülőgépekkel, mert elfelejtettem másik rodiszállást kiépíteni, pedig általában szoktam. Most elfelejtettem kiépíteni másik rodiszállást. És még látsz esélyt a győzelemre igazából? Igazából nem, mert igazából nincsen semmi egységgyártó. A nukleáris atombombát, amivel tudtam volna lőni, az sincs. Ott van egy nagyobb csapatod, az helikopter csapat, azt látom. Nekem folyamatosan azt írja ki, hogy your units have been revealed. Ja igen, azt azért írja ki, mert már nincsen meg a földi szállásod. És ilyenkor jelez, hogy látja az ellenfél az összes egységedet a pályán. Ó. Oh. Azért írja ki. Akkor azt neked is látja, hogy az összes egységedet, mi? Így van. Úristen, elkezdtek lemészárolni a pénzt, de úr, Jézusom! Meneküljetek! Úristen! Egy katonai konvoj. Ah, a tankkal állítsd meg őket. Várjál, keresztbe blokkol. Ne menjetek tovább. Eléjük állok. Ez egy jó taktika lesz. Jújjúj, itt van egy ilyen őrtarany. Kettő is. Vonulj vissza. De közben elkapta a földi szállásomat. Hát ez egy GG VP, ugye? De nem baj. Első vesztett meccs. Így van. Na gyere, játsz. Örülök neki, mert vannak más jó játékosok is. Jó, hát mondjuk itt az, szerintem ez a nem ő volt sokkal jobb, hanem én voltam sokkal rosszabb. És mivel én voltam veled, ezért hát ez így ment. Hát igen, gyere. Az volt a baj, hogy ugye hogy kilépett a csapattársa, onnantól kezdve már plusz nyersanyagot kapott, és onnantól kezdve sokkal könnyebb úgy fejleszteni, hogyha sokkal több nyersanyagot tudsz bányászni is. Hát meg nem is az elején lépett ki a csapattársa, hanem a vége. Tehát így, amikor már azért volt ideje összegyűjteni cuccokat. Így van, és azt mind megkapta. Jó van. Játssz ellenem egyet, na. Nézzük az milyen. Benne vagyok.